Átadnak egy hidat, egy-két napon belül, ami nincs kész. Superbad. Ugye tudjuk, hogy mi azt javasoltuk, hogy a kerékpározás természetesen az úttesten oldódjék meg. Ez 2009-es történet. Nem ez történt, most itt vagyunk a járdán, egy téli napon, már most előfordul, hogy nem elég a kapacitása ennek a felületnek a kerékpáros és gyalogos közlekedésre. Nem, hogy 3 év múlva nem lesz elég a kerékpározásra és a gyaloglásra, de már most nyáron is, egy szebb nyári napon tumultuózus jelenetek és konfliktusok és balesetforrások lesznek, reméljük, balesetek nem. Ezért javasoltuk és kértük, hogy természetesen, ha már ez a megoldás született, akkor kerüljék piktogram az úttestekre, hogy aki mégis úgy dönt, hogy kerékpár az úttesten közlekedik, az tehesse ezt meg. Elkészültek a tervek, a végleges piktogram felfestésre, de még nem kerültek föl. Most egy ideglenes megoldás van, a végleges nem készült el. Valaki a Margit körút felől jön. Ő hogy kerékpározik át? Terv készült rá, és határozott a közgyűlés részéről, hogy itt meg kell oldani, hogy aki nem tud az úttesten közlekedni, fölhasznosan a járdára, tovább mehessen a járdán. Egyszerű rámpa kérdése, a föl és a lehajtás. Megtervezték, nem készült el. Mind a két oldalon, a budai és a pesti oldalon, a föl- és levezetéseknél valami rejtélye sokból a kerékpározást ismét a gyalogos felület kárára alakították ki. Érdekes módon még helyet találtak plusz autósávnak is, például a pesti oldalon a híd alatt, ahelyett, hogy találtak volna helyet a gyaloglásnak és a kerékpározásnak. Most egy 30 cm-es gyalogjárda van, például a híd alatt. És nagyon érdekes helyzet alakult ki a budai hídfőnél, ahol egy gyönyörű alagút épült meg a kerékpárosoknak. A gyalogosokat meg azt tervezték, hogy már lemennek a lépcsőn, de ki is jelölték, és a túloldalt följönnek a rakpartról. Komolyan azt gondolja valaki, hogy babakocsival ezt fogják megtenni? Itt a Margit híd budai hídfőjén, az aluljáróban, az átadási ceremónia helyszínén azt szeretnénk kérni a város vezetőjétől, a felelősöktől, hogy mielőtt átadják a hidat, fejezzék be.